Ez a verskép, ez az íráskép egy kicsit fölvezette azt a lehetőséget, amiről most szólni szeretnénk. Korábbi adásainkban már szóltunk róla, hogy hallgatói klubot avat a főiskola Leányka úton. A témában a stúdió vendégünk Ország Ákos, a főiskolai hallgatói önkormányzat elnöke. Köszöntöm a stúdiónkban, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, mert egy olyan beszélgetésnek vagyunk most részesei, amiben nem is biztos, hogy mindenben egyet fogunk érteni. Hogy látják most a hallgatók? Mire ad lehetőséget, milyen elképzelések kristályosodnak ki ezzel a hallgatói klubbal kapcsolatban? Ez egy jó kérdés, egy összetett kérdés. Megpróbálok gyorsan és egyértelműen válaszolni rá. Én úgy gondolom, hogy amit mi november közepén a vezetéshez eljutottunk ötleteket, azokat remélem, hogy kivitelezni is tudjuk. Erre minden támogatást megígértek és biztosítottnak féltek. Egyetlen egy, ami jelen formában úgy néz ki, hogy nem fog működni, az a kisebb koncertek, diszkók, zenés összejövetelek, amelyek egy későbbi nyitvatartást tettek volna lehetővé. Ezzel együtt, ami egyébként is domináns lett volna a klub működtetésében, tehát a kulturális és kulturális szórakozást elősegítő és megteremtő programok, azok természetesen a délután 6 órai kezdettől egészen hajnal 1 óráig helyszínt és szinteret kaptak ebben az új klubban. Nincsenek könnyű helyzetben. Én erre céloztam a felvezető mondatban is, hogy nem is biztos, hogy mindenben egyet fogunk érteni, hiszen ez a hallgatói klub egy valós lakókörnyezet közelében van. Az utca egyik oldalán a lakók, a másik oldalán a klub. A fiataloknak nyilvánvaló, hogy van egy lendületesebb, ritmusosabb élete, mint egy esetleg egy idősebb korosztályhoz tartozó lakónak, aki ott van. Önök hogyan látják ennek a tolerálási lehetőségeit? Hogyan látják a vitapontok kikerülésének lehetőségeit, hiszen valójában a főiskola, mint intézmény a várossal, a városban együtt hivatott élni. Igen. Én úgy gondolom, hogy jelenleg a probléma létezik, sőt létezett, és ez nem új keletű, hanem ennek tényleg nagyon mélyen gyökerező problémája vagy előzményei vannak. Én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy a hallgatói klub, bár ugye kényszer megoldásként került fel a hegyre, viszont amit én úgy gondolom, hogy az ott lakók is a tapasztalásaik során az elkövetkező időben be fognak látni, hogy a jelenlegi helyzetre ez egy nagyon jó perspektívikus megoldás lesz, hogy az, ami fent a hegyen tapasztalható szórakozási szokások, azokat egy kulturáltabb mederbe próbálja a főiskola és hát természetesen a hallgatói önkormányzat is terelni, és ennek úgy gondolom egy olyan szintre lesz ez az új hallgatói klub, amely ezt a kompromisszot erősíteni fogja. És természetesen mi nem fogunk elzárkózni azon próbálkozások elől, sőt erősíteni fogjuk azokat a próbálkozásokat, amikor éppen olyan kulturális vagy szellemi dolgoknak fog helyszínt adni a hallgatói klub, hogy oda igenis az utca lakosságát is megpróbáljuk becsábítani, és hát bízunk benne, hogy el fogják ezt fogadni. Hogyan gondolkodnak erről? Mi mindennel lehet esetleg ezt a fajta kompromisszumkészséget jobb tolerancia felé terelni, jobb együttélésé terelni? Tehát milyen programokba gondolkodnak? Mik valósíthatók meg ebben a klubban? Minek tud teret adni, életteret adni? Én úgy gondolom, hogy amikor tavaly ősz folyamán leültünk a lakossággal, az ottani Leányka utcai lakosság egy ilyen lakossági fórum keretében, ott is ők is maximális támogatásukról és érdeklődésükről is biztosítottak azok iránt, a programok iránt, amik, hogy mondjam, egyszerűen kevesebb zajártalommal, tehát így a legkönnyebb kifejezni, kevés zajártalommal járnak. Nagyon sok ilyen dolgot tervezünk, táncháztól elkezdve felolvasóest, kisebb színházi produkciók, csocsóbajnokság, dárcbajnokság, kon keresztül, esetleg egy-egy foci meccs megnézése, projektoron keresztül filmklubot szeretnénk beindítani, olvasókört, a szakkollégiummal együttműködve, régi hagyományokat folytatva, teaház, kaiba kézműves műhely. Tehát mind-mind olyan apró szintér, ami mindig a főiskolai hallgatóság, illetve talán a tágabb értelem vett közösségnek is egy-egy kis szeletét ragadja meg, esetenként akár ilyen 50 fős létszámokat csak, viszont talán mindig más és más közönséget, és ezáltal egy jelentős részét le tudjuk majd fedni a főiskolai hallgatóságnak. Már is rendkívül gazdag területben gondolkodnak, rendkívül szerteágazó ez a fajta műfaj kínálat, amit önök most itt felsorolnak, vagy ön most itt felsorolt. Megvan-e az a fajta tevékeny hallgatói kör,
aki ezt tudja szervezni, aki ennek tud gazdája lenni, hiszen végül is ez alapvetően egy hallgatói klub. Igen, én úgy gondolom, hogy ezek az elmúlt években bár kicsit talán háttérbe szorultak. A legnagyobb probléma az, hogy nem volt az közelmúltig olyan ember, aki ezt összefogja, és pont az egy helyszín, egy olyan közös helyszín hiányzott, ahol így is meg tudja mutatni, és teret tud kapni ez a dolog. Ugye volt próbálkozás az ÉS-klubba, itt a főiskola létszámú épületén belül, viszont ugye ott télen nem működik a fűtés, tehát ott a körülmények nem feleltek meg. Viszont ezzel együtt ott is a kézműves műhely, a teaház, a választások évében politikai vita fórumokat tartunk sorozatban, több színvonalas, a Dharma vagy a Ventu színpadi mű ott van folyamatosan begyakorolva, illetve a próbákat ott tartják. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek létező dolgok, tehát létező igények és létező csoportosulásoknak tudunk egy új helyet, egy kulturált jó helyet biztosítani. Lehet úgy fogalmazni, hogy a hallgatók körében meglevő, élő, valós közösségeknek is otthont adhat ez a új hallgatói klub, és tulajdonképpen csak egyfajta szervező, összeszervező, rendszerező munkára van szükség. Ebben látjuk a jövőt, és úgy gondolom, hogy ez a klub, ahogy most átadásra fog kerülni, reméljük minél hamarabb, ez egy katalizátor tud majd hatni ezekre a csoportokra, hogy ahol most 5-8-10 fő van, ott lesz 15-20, ahol 30 fő van, ott lesz 50. Én úgy gondolom, hogy amikor nincs eldugva valami, és nem utána kell járni és keresgélni, hogy te jó ég, mit csinálhatnék esetleg szabad időmben, hanem ott van előttem, hiszen ott tanulok, ott élek, ott közlekedek, ott élem a mindennapjamat, és látom ezt, hogy igenis, a kutya fáját neki, eddig nem láttam, hogy ilyen jó kis néptánc csoportunk van. Énekkarosok, énekszene szakos hallgatók milyen komoly dolgokat képesek produkálni, és ezeket látják a hallgatók, akkor ők is jobban be tudnak kapcsolódni, és teljesebb főiskolai hallgató életet tudnak élni majd. Általában végletekben gondolkodnak a hallgatók életéről, és végletekben fogalmaznak a hétköznapi emberek. Elnök úr, én hadd kérdezzem azt befejezésként, hogy ön hisz abban, hogy egy létező kulturális igényszintet kell kiszolgálni, annak kell életteret adni. Hisz abban, hogy ez a kulturált szabadidő eltöltésének lesz egy otthona ez a klub, és tulajdonképpen most deklarálja a hallgatói önkormányzat, hogy szintén ezért szeretne tenni? Én úgy gondolom, hogy ezt mi már régen eltökéltük, és azért eddig is nagyon sok energiát és anyagi ráfordulást is tettünk. Viszont én úgy gondolom, hogy ez a klub akkor lesz klub, és a hallgatók, a teljes hallgatóság akkor fogja sajátjának tekinteni, hogyha ott a kulturális programon kívül szórkozni és élni is fog tudni. Tehát akkor lesz sajátja, hogyha délelőtt is úgy ül már be, hogy igen, ez az a hely, ahol majd délután meg fogok nézni két jó filmet, és igen, ez az a hely, ahol majd este esetleg egy jót tudok táncolni, egy jó jazz koncertet, vagy egy jó amatőr főiskolai zenekar koncertjét végül tudom hallgatni. Későbbiekben, hosszú távon vagy középtávon ez lesz az, ahol tényleg egy nagyon jó magyaros, szocperes, sorolhatnám a többi 26-30 főiskolai egyetemi szakot, szakestet fogunk tartani, vagy ahol neves előadók fognak lenni, humoristák lesznek. Tehát egy olyan hely, ami tényleg a miénk. És itt a hallgatókra gondolok elsősorban, és nem akarom kizárni a főiskola oktató, nem oktató dolgozói állományát. Azért azt most megfogalmazódik bennem, hogy azért nagy izgalommal várják ennek az átadását, és egyszerűen nagyon, nagyon várják már, hogy otthonra legyenek itt. Hát az igazság, hogy mi már azt szerettük volna, hogyha innen már oda mehetnénk. Az előzetes tervek ugye arról szóltak, hogy január végére ez már teljes pompájában kész lesz. Tulajdonképpen ugye szerkezetkész állapotban van, tehát most voltunk ott, elég jó állapotban van, elég jó néz ki, nagyon kicsi pontosítások hiányoznak, igen. És hát a berendezése és átadása. Engedélyezési eljárás van még hátra. Adminisztratív eljárások, de én azt hiszem, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy legkésőbb márciustól ott teljes élet zajlik. Erre mi is az ígéreteket megkaptuk, úgyhogy, és úgy gondolom, hogy ez most már tényleg teljesen racionális érveken alapú dolog, hogy március 1-től mindenképpen birtokba tudjuk venni ezt az objektumot. Köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy erről elbeszélgethettünk, és megismerhettük a véleményüket is, és közreadhattuk mindezt. Én kívánom azért azt, hogy az összes feszültség, ami ezzel kapcsolatban most itt, vagy e körül létezik, vagy véljük, hogy létezik, az oldódjon föl, és mielőbb lejjenek otthonra ebben a klubban a hallgatóink, és teljes megelégedéssel működhessen majd ez a klub. Köszönjük a jó kívánságot, azon leszünk mi, és mindent tudunk teretet megtenni. És aztán szólunk időnként arról, hogy milyen élet zajlik ott, és be fogjuk ezt is mutatni. Köszönöm szépen még egyszer, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ez volt az Arról van szó, a Líceum Televízió heti aktuális műsora. Megtisztelő figyelmüket a műsorban közreműködő kollégáim nevében is megköszönöm. Találkozzunk ismét majd ennek a műsornak a keretén belül, más alkalommal pedig nézzék minden este a Líceum Televízió műsorát.